A tavalyi évben közel 200 hektár fertőzött területet találtak, és mintegy 3 millió forintnyi bírságot szabtak ki a kormányhivatal szakemberei a megyénkben. Szabó Miklós, a Nyíregyházi Egyetem főiskolai docense televíziónknak elmondta, a bírságolás elkerülhető, hiszen a mezőgazdasági és a belterületeken is egyaránt jól írtható a parlagfű, azonban érdemes minden kultúrához a leghatékonyabb megoldást kiválasztani. Mezőgazdasági szempontból vannak olyan kultúrák, amelyek könnyen gyomírthatóak, ilyen például a kukorica vagy a kalászosok, ahol nagyon széles hatásspektrumú gyomírtószer áll rendelkezésre, hogy a parlagfüvet jól kezeljük, és vannak nehezebben gyomírtható kultúrák, mint a zöldségfélék, vagy éppen a napraforgó. Napraforgónál az elmúlt évek változásának köszönhetőleg, főleg a herbicid toleráns hibridek elterjedésével ma már kevésbé probléma, mint 10 évvel ezelőtt, és sokkal könnyebben tudjuk ott is a parlagfüvet írteni, viszont a zöldségkultúrákban sok esetben csak a kézi kapálás marad. Belterületen kétféle lehetőség van. Az egyik a úgymond az ökológiai, amikor fűnyírással vagy fűkaszálással próbáljuk mentesíteni a területet, a másik az pedig amikor gyomírtószert alkalmazunk, ez olyan területeken, amit nem hasznosítunk mezőgazdasági célból, vagy nem lakott területeknél javasolt. Megyénk a korábbi években az ország leginkább fertőzött területei közé tartozott, az utóbbi években viszont egyre jobb a helyzet a keleti részen is. A szakemberek szerint a megelőzés minden esetben hatásosabb és egyszerűbb, mint a kezelés. Belterületen már néhány tő gyomnövény is komoly pollenterhelést jelenthet, ezért nem csak a gazdálkodókat, hanem akár a kiskerteket és az udvarokat is ellenőrizhetik. Az ellenőrzés menete nem változott, a bejelentés alapján vagy különböző szemlék felderítések alapján a növényvédelmi felügyelők, illetve a földhivatalnak a munkatársai felderítenek. A földhivatal munkatársai azonosítják be a területet, GPS koordinátákkal kijelölik a fertőzött foltot. Egy elektronikus jegyzőkönyvet adnak át a mi főosztályunknak, és itt indul el az eljárás. Közérdekű védekezést rendelünk el, illetve kötelező bírságot kiszabdunk abban az esetben, hogyha fertőzött területről van szó, illetve hogyha a tulajdonos vagy a földhasználó nem hajtja végre a mentesítést, akkor közérdekű védekezést végrehajtatunk. Sipos Tibor hozzátette, július 1-jéig minden termelőnek és földhasználónak meg kell akadályoznia a gyomnövény virágbimbós állapotának kialakulását, különben a kormányhivatal felszólítás nélkül is növényvédelmi bírságot szabhat ki rájuk, melynek összege 15 000 forinttól 5 millió forintig terjed.